orvoshiány. 157 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vegyes házi orvosi körzetből 16-ban tartósan betöltetlen az orvosi állás. Negyedével többen jelentkeznek OK-s képzésekre. Szakmatanulásra szükség van a munkaerő piacon, ugyanis több ágazatban munkaerőhiány van. Újabb együttműködések, a Nyíregyházi Egyetemmel és az Eperjesi Egyetemmel lesz aktívabb a közös szakmai munka a József András Múzeumban. 157 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vegyes házi orvosi körzetből 16-ban tartósan betöltetlen az orvosi állás. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Számos településen helyettesítéssel oldják meg a házi orvos hiányt, de hosszú távon ez sem mindenhol tartható. Főleg a kisebb lélekszámú településeken jelent problémát a betöltetlen praxis, viszont a betegek ellátása nincs veszélyben. Sok a betöltetlen praxis Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, és egyes helyeken orvos hiányról is lehet beszélni. A 157 vegyes házi orvosi körzetben 16 tartósan betöltetlen házi orvosi állás van, míg a 114 felnőtt praxis esetében ez a szám 2. A 65 gyerekházi orvosi körzet esetében jelenleg nincs tartósan betöltetlen állás. A betegek ellátása azonban nincs veszélyben, ugyanis ezeken a területeken helyettesítéssel oldják meg a problémát. A városokban megvan, hogy felnőtt házi orvosi praxisok vannak, gyerekházi orvosi praxisok vannak, és ezek a praxisok megüresednek, ott ezeket a körzeteket akár szakorvosok be tudják tölteni, hiszen ők már valamikor specializálódtak megfelelő szakmáknak megfelelően, és a jogszabály ma ad lehetőséget arra, hogy szakorvosok is, amennyiben úgy gondolják, betölthessék ezeket a praxisokat. A kisebb településeken nem ilyen egyszerű a helyzet. Vidéken egy házi orvosnak egyaránt el kell látnia a felnőtteket és a gyerekeket is. Ezekre a területekre olyan szakemberek kellenek, akik szélesebb látókörrel kezdték munkájukat, vagy eredetileg is házi orvosnak tanultak. Balsa egy olyan 800 fős település, ahol 2012 óta nincs praxissal rendelkező házi orvos, azóta ők is helyettesítéssel oldják meg a kérdést. Orvos jelentkezik hozzánk, szeretnének jönni, csak a falu pici és egy körzetet így nem tud kialakítani, viszont a helyet nagyon sokan megszerették már, és hogyha lenne egy olyan alkalmas, még egy település, akivel ezt ki tudnánk alakítani, akár ez is megoldás lehetne, hogy egy közös praxisban Balsa és egy másik település. A fő probléma ugyanis az, hogy a jelenlegi jogszabályok szerint az 1000 fő alatti településen önálló praxisra nem pályázhatnak az orvosok. Balsán igyekeznek minden más feltételnek megfelelni, így például az orvosi renderőn bár még van mit felújítani, már akadálymentesített. A saját házi orvosuknak pedig, ha szükséges, szolgálati lakást is tudnának biztosítani. Negyedével nőtt az ipari és az informatikai OK-s képzésekre jelentkezők száma. Szakmatanulásra szükség van a munkaerőpiacon, ugyanis több ágazatban munkaerőhiány van. Jó eséllyel lehet elhelyezkedni informatikai, mérnöki, egészségügyi és szociális területeken is OK-s végzettséggel. Ma már nem ritka, hogy a felnőttek is visszaülnek az iskolapadba. Sok munkaterületen előrekszik a szakma, és a fiatalabb generáció látja, milyen szakképzési területre érdemes jelentkezni, amivel el tud helyezkedni a munkaerőpiacon. Akár a nappali, akár a felnőtt képzésben a vendéglátóipar, a kereskedelem továbbra is kiemelkedő helyen van, és a listán egyre feljebb kerülnek a gépjárműipari szakmák is. Két év alatt 1800 tanult iskoláztunk be, és vizsgáztak le ebből már közel fele, és ebben az évben beiskoláztunk közel 900 főt felnőttoktatás keretében. Tehát itt jelentkezik az a plusz létszám, amit igazából érzékelünk az oktatás ügyben, hogy a felnőttek döbbennek arra rá, hogy vagy új szakmát akar tanulni, vagy pedig a meglévőt akar továbbfejleszteni. Ők pedig már az egyik nyíregyházi magániskola informatikus tanulói, az érettségire épülő szakképzési kínálat is jelentősen átalakult az elmúlt években, és egyre több informatikus, szoftverfejlesztő képzés indul el, ezekkel a szakmákkal ugyanis jó eséllyel lehet elhelyezkedni. Érettségi után jönnek hozzánk a tanulók, azok, akiket egyetemre és főiskolára nem vettek fel. Itt nálunk egy gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek a két tanév alatt ezekben az OK-s képzésekben, és majd ezt követően pedig nagyobb lehetőséggel jutnak hozzá ahhoz, hogy felvételt nyerjenek az egyetemre vagy akár főiskolára.
A szakgimnáziumban grafikusok, művészeti és médiafotográfusok, vendéglátásszervezők és humán területen pedagógiai és családsegítő munkatársakat képeznek. Az intézményben körülbelül 100 fő tanul, a képzésük gyakorlatorientált, saját, jól felszerelt tanműhellyel rendelkeznek. A tanulók külső gyakorlataikat cégeknél, intézményeknél is teljesítik, így közvetlen kapcsolatot építhetnek, ami segítheti későbbi elhelyezkedésüket is. Két újabb intézménnyel kötött együttműködési megállapodást a Józsa András Múzeum. Ezentúl a Nyíregyházi Egyetemmel és az Eperjesi Egyetemmel lesz aktívabb a közös szakmai munka a kulturális intézményben. A célok között szerepel többek között a tirpákság széleskörű kutatása, és hogy egy valóban nyitott múzeum működjön Nyíregyházán. A Józsa András Múzeum a tudományok gyűjtőhelye. Többek között geológusok, művészettörténészek, irodalmárok és régészek is dolgoznak az intézményben. Ezeknek a szakembereknek a tudományos munkáit segíti az a két együttműködés, amelyet ma kötött az intézmény a Nyíregyházi Egyetemmel és a Szlovákiában található Eperjesi Egyetemmel. Utóbbival egy kiemelt témája is van a közös munkának. Itt a tirpákság kutatását kiemelt témának tekintjük. Tirpákságon belül pedig az evangélikus egyház is kiemelt téma lenne. Az köztudott, hogy az Eperjesi Egyetem a protestantizmus kutatásában elég erős, tehát ezt szeretnénk kamatoztatni. A tirpákság kutatása pedig már régi kutatási témánk a Józsa András Múzeumban, néprajzi tekintetben, gasztronómiai tekintetben, de ezt szeretnénk egy kicsit jobban kiszélesíteni, kiadványokat készíteni belőle. Nyíregyháza és Eperjes a 90-es évek végétől testvérváros is, hangzott el a sajtótájékoztatón. Az Eperjesi Egyetem rektora kiemelte, az együttműködés legfontosabb lépése a közös érdekek megkeresése. A mostani kapcsolatunk olyan, hogy van a szerződés két egyetem között, de vannak kollégák, akik együttműködnek, akik találkoztak, akik dolgoztak közösen meg publikációkon még a régebbi időben. Ahogy mondtam is a sajtótájékoztatón, hogy még a 70-es, 80-as években létezett egy hivatalos és működő kapcsolat az itteni pedagógiai főiskola és a Safári Egyetem pedagógiai kara között. Annyira egy házi kulturális intézmény célja, hogy nyitott múzeumként működjön, ezért is kötöttek már több együttműködési megállapodást idén. A Nyíregyházi Egyetem rektora a sajtótájékoztatón kiemelte, oktatási intézményüknek is célja, hogy hasonló nyitottsággal működjön. Egy intenzívebb, aktívabb kapcsolatot várok, közös konferenciák szervezését, közös pályázatokban való részvételt, akár a múzeum kollégáinak részvételét a mi képzésünkben, tehát oktatói tevékenységet, illetve hogy a múzeum helyt adjon a hallgatók oktatásához. Jövő héten hétfőn és kedden tudományos ülést tartanak a múzeumban, rejtőzködő szexualitás, titkolt identitás címmel, hangzott el a sajtótájékoztatón. A témák között szerepel például a különböző korok nőképei, a saját nemükhöz vonzódó művészek, de az első világháború női hadifoglyainak emléke is. A történelem során, illetve napjainkban problematikusnak tartott szexuális magatartás formákkal kapcsolatos attitűdöket, illetve ezeknek a változásait teszi vizsgálat tárgyává. A kétnapos tudományos ülés a Józsa András Múzeumnak, a Történettudományi és Filozófia Intézetnek, valamint a Magyar Történelmi Társulat helyi szervezetének a közös rendezvénye. A konferenciához kapcsolódva tárlatvezetésre is várják a látogatókat október 9-én hétfőn délután. Ekkor a 18 éven felüliek tekinthetik meg a Csókolj meg édes című tárlatot. A konferencia azonban minden korosztály számára nyitott. Rakomány nélküli nyerges vontatóval ütközött, majd az útpatkáról lesodródott és betonoszlopnak csapódott egy személygépkocsi kedden este a 38-as számú főúton, a 35-ös kilométernél Nyíregyháza közelében. A balesetben egy ember súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, őt a mentők kórházba szállították. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók a járműveket áramtalanították, a baleseti vizsgálat idején a helyszínt biztosították. A rendőrség vizsgálatot indított a körülmények tisztázására.
Festett teológia címmel nyílt kiállítás Nyíregyházán. A tárlatról hamarosan, előtte viszont nézzük a híradó további témáit. Az elmúlt hetek pályán mutatott képe nem tükrözi az elvégzett munkát és a mért adatokat, emelte ki Lucsánszky Tamás a Nyíregyháza Spartakus sajtótájékoztatóján. A Spari vezető edzője minél hamarabb szeretne visszatérni a bajnokság elejé sikeres útra. 7-1-es vereséggel zárta a hétvégi fordulót a nyíregyházi TK Győrben. A nyíregyházi tekések sokáig jól tartották magukat, azonban végül nem sikerült a bravúr. Reneszánszát éli az ikonfestészet, egyre többen fedezik fel újra a benne rejlő szépségeket és a rejtett spirituális üzenetet. Ezt mutatja a Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskolán festett teológia címmel nyílt ikonkiállítás is. A tárlaton Varga Tarzícius ikonfestőmester és tanítványai 100 alkotása tekinthető meg. A tanító Jézus, Mária a gyermek Jézussal, a szent angyalok. Csak néhány azon ikonok közül, melyek megtekinthetők a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskolán kedden nyílt kiállításon. A tárlat a festett teológia címet viseli, utalva arra, hogy az ikonok nem csupán egyszerű festmények. A festett teológia azt jelenti számomra, tehát azzal a hirdettük meg, én adtam ennek a kiállításnak a nevét, hogy maga az egyházon belül az ikonok, azok mindig tanítanak. És az ikonon belül meg teológiai magyarázat van hozzá, tehát ikonográfia, akár a színek, akár egy kéznek a tartása. Azt tudni kell, hogy maga az ikon az, úgy lehet mondani, hogy paraszt biblia. Az emberek nem tudtak írni, meg olvasni, és ahogy bemegyünk egy katolikus templomba, görög-keleti templomokba, kell elképzelni, hogy a napi evangélium az mindig meg van festve, és ki van téve rögtön a bejárat elé. Tehát, hogy aki belépett régebben is a templomba, tudta, hogy miről fog szólni a prédikáció, tudta, hogy mi lesz az evangélium. A kiállításon pontosan 100 ikon tekinthető meg. Ezek közül csupán 14 Tarzícius testvér alkotása. A többi tanítványai, illetve a mester által évente többször is megrendezett ikonfestőtáborok résztvevői festették. A számos alkotó is azt mutatja, hogy az ikonfestészet az utóbbi időben a reneszánszát éli. Ez egy nagyon fontos jelenség, hogy az emberek újra nyitottak a mélységre, az isteni üzenetre. Nem csak a bőrünket bizsergető spiritualitásra, hanem a mélységre. Ez nem biztos, hogy tömegeket indít el, de hogy egyre nagyobb számban van erre fogékonyság az emberekben, ez nagyon fontos. Az ikonok üzenete mindig titkos, rejtélyes és megfejtendő, nem olyan könnyen adja magát. A Jézus ima is látszólag egy nagyon egyszerű dolog, de hihetetlen mélységet rejt. Sok energia, sok odaadás, elszántság, adott esetben aszkéz is, bőjt szükséges ahhoz, hogy ez a titok megnyíljon. Az ikonkiállítás október 31-ig várja a látogatókat a Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskolán. Az elmúlt hetek pályán mutatott képe nem tükrözi az elvégzett munkát és a mért adatokat, emelte ki Lucsánszky Tamás a Nyíregyháza Spartakus sajtótájékoztatóján. A Spari vezetőedzője minél hamarabb szeretne visszatérni a bajnokság elejé sikeres útra. De nem csak a Spartakus férfi csapatánál, hanem a női focistáknál is jó eredményekkel szeretnék megvívni a következő mérkőzéseket. Hiába játszott mezőnyfölényben a hétvégén a Nyíregyháza Spartakus, mégis a Győr távozott 3 ponttal a városi stadionból 1-0-ás győzelmét követően. Lucsánszky Tamás joggal lehet dühös a látottak miatt, hiszen a hétközben végzett munka és a mért adatok alapján jobb teljesítmény lenne várható. Összetett a kérdés, nyilván én azt gondolom, hogy mindent megtesznek a játékosok a siker érdekében, talán túl görcsössé is válik ez a történet, és azért nem lehet. Ugye ezáltal nálunk ugye emelkedik, így mondjam, a téthelyzet, ugye a téthelyzet és a kreativitás az ellenhatásban van egymással, de ettől függetlenül mondom még egyszer, hogy
az út, amit kijelöltünk, az jó kell, hogy legyen. A mutatott játék sajnos messze nem ezt tükrözi, és ezért természetesen meg kell találjuk a megoldásokat. A Szpari női labdarúgó csapata jól kezdte a szezont. Egy döntetlen és egy győzelem után azonban két vereségbe futott bele a csapat. Legutóbb úgy kapott ki Budapesten a Szpari, hogy akár döntetlennel is hazatérhettek volna az Éllovaskelen otthonából. Makai Robin szerint a következő meccsekre elsősorban csapatszinten kell fejlődniük. A legtöbb fejlődést csapatszinten kell elérni, tehát a szervezettségét kell a csapatnak úgy összerakni, hogy bizonyos szituációk úgy tudjanak reagálni mérkőzés közben, ahol egymás hibáit javítják ki. A saját egyéni képességek ugye sokszor behatároltak, próbálunk ezen is dolgozni, tehát nincsen ez az ajtó is bezárva. Természetesen olyan gyakorlatokkal próbálunk olyan edzésmódszereket véghez vinni, amivel folyamatos fejlődési út van a lányok előtt. A nyíregyházi Spartacus férfi csapata a hétvégén Zalaegerszegen lép pályára, még a nők az Eger csapatát fogadják. 7-1-es vereséggel zárta a hétvégi fordulót a nyíregyházi TK Győrben. A nyíregyházi tekések sokáig jól tartották magukat, azonban végül nem sikerült a bravúr. A következő fordulóban a Nyíregyháza Mumus csapata, a Kaposvár lesz az ellenfél. Az eddig 100%-os Győr vendége volt a hétvégi fordulóban a nyíregyházi teke csapat. A győri legénység pedig megőrizte hibátlan mérlegét, a nyíregyházi TK-nak ezúttal sem sikerült a pontszerzés a férfi szuperliga idei szezonjában. Fintáig sokáig versenyben voltak a nemzetközi kupában is érintett kisalföldiekkel, azonban a végjátékban végül alul maradtak, és 7-1-es vereséggel térhettek haza. Igazából a Győr otthonában mindenképpen úgy látogattunk el, hogy most már valóban a lehetőségekhez képest a legjobb csapatunkkal léphettünk dobóállásba, és mivel nem sok esélyünk van a pontszerzésre, ezért mindent egy lapra feltéve 5 párharcot is megkockáztatott a Hakker Dezső a párosításoknál. Ebből véletlenül 4 párharc volt a célunk, hogy egy nyerhető legyen, és akkor a csapatfa vagy ide vagy oda billenhet, de természetesen a Győr nagyon jó eredményeket tud odahaza produkálni. Hát ez most sem volt más. Sajnos a 4 párharcból csupán csak egyet sikerült a Magyarorsi Péternek megnyernie, míg 2 párharcunk az utolsó előtti dobásokban mentek el, illetve a Hakker Dezsőnek az utolsó 15-ös tarolásánál látszódott már, hogy nem sikerül pontot szereznie, és azt lehet mondani, hogy így alakulhatott ki végülis a belső szetteknek köszönhetően a 7-1 arányú vereségünk, ami egy kicsit túlzó a csapatra nézve. A nyíregyházi tekések következő meccsükön Kaposváron állnak dobóállásba, az első fordulóból elhalasztott összecsapásokat pótolják az ellenfelek. A Kaposvár egy olyan mumus csapat számunkra, akiket még soha, de soha nem sikerült legyőzni a Szuperligában, sem idehaza, sem idegenben. Hát nagyon bízunk benne, hogy egyszer végre már megtörik ez a dolog, és akár nem bánnánk, ha akár most törne meg ez a rossz sorozatunk. Az előjelek igazából 50-50%-osnak mondhatóak. Korábbi években is mindig jól játszottunk Kaposváron, voltak kiemelkedő teljesítményeink, de valahogy mindig az utolsó pillanatokban elcsúsztunk egy-egy banán, és azt lehet mondani, hogy több ilyen mérkőzés nyertes lehetőséget is elszalasztottunk úgy Kaposváron, mint idehaza. Nagyon bízom benne, hogy a mostani rossz sorozatunk egyszer most már megszakad, és miért ne itt szakadna meg. A Kaposvár után egy igazi nagy falat vár a nyíregyháziakra. A tavalyi bajnok Zalaegerszeg érkezik a Szabolcs megye székhelyre. Ellenük igazi bravúr lenne a győzelem. Viszont a zalaiakat követően minden esély megvan a pontszerzésre, Fintáig számára, hogy ezek a mérkőzések kiemelten fontosnak ígérkeznek. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. 157 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vegyes házi orvosi körzetből 16-ban tartósan betöltetlen az orvosi állás. A legtöbb településen helyettesítéssel oldják meg a házi orvos hiányt, de hosszú távon ez sem mindenhol tartható. Főleg a kisebb lélekszámú településeken jelent problémát a betöltetlen praxis, viszont a betegek ellátása nincs veszélyben. Negyedével nőtt az ipari és az informatikai OK és képzésekre jelentkezők száma. Szakmatanulásra szükség van a munkaerőpiacon, ugyanis több ágazatban munkaerőhiány van. Jó eséllyel lehet elhelyezkedni informatikai, mérnöki, egészségügyi és szociális területeken is OK-s végzettséggel. Két újabb intézménnyel kötött együttműködési megállapodást a Józsa András Múzeum, ezen túl a Nyíregyházi Egyetemmel és az Eperjesi Egyetemmel lesz aktívabb a közös szakmai munka a kulturális intézményben. A célok között szerepel többek között a tirpákság széleskörű kutatása, és hogy egy valóban nyitott múzeum működjön Nyíregyházán.
Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták október 4-én kedden, friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap változékony időre lehet számítani. Erős nyugati áramlással a jelenleginél enyhébb és nagyobb nedvességtartalmú légtömeg érkezik fölénk, majd holnap este újabb hidegfront éri el térségünket. Az éjjeli órákban többnyire erősen felhős lesz az ég, de számottevő csapadék nem valószínű. Helyenként élénk lesz a délnyugati szél. Reggelre általában 10 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte erősebben, később közepesen felhős idő várható. Eső, zápor főként az esti óráktól valószínű. A délnyugati szelet eleinte élénk, később erős széllökések kísérik. Délutánra 18 fokig emelkedik a hőmérséklet. A mai hidegfronti hatást holnap melegfronti hatás váltja föl. A következő napokban is folytatódik a változékony idő, több hidegfront is eléri térségünket, ezért az ilyenkor megszokottnál kissé hűvösebb időre van kilátás napos és felhős időszakokkal, de jelentős mennyiségű csapadék a hétvégéig nem valószínű, kisebb esők, záporok várhatók.